Sziasztok, én Marcinyó vagyok, és ez a videósok válasza 8. része. A mai alkalommal 23 videós van velem, így egyértelműen ez a rész hosszabb lesz, mint az eddigiek. Ebben a videóban megtudhatjátok, hogy a videósok mely filmeket várták és melyben csalódtak. 2012-ben melyik filmet vártad a legjobban? Többet is vártam, a Hobbitot is vártam, a Felhőatlaszt is vártam, és még mi a ennyi kb. Legjobban a Hobbitot vártam, és meg is néztem. Remek film amúgy, csak ajánlani tudom. Nincs konkrét olyan film, amit nagyon vártam, talán a Hobbitot, de még azt sem néztem meg, mert idő és pénz hiányában még nem jutottam el a moziba. Az év összes filmjét vártam, ami vártam a Skyfallt is, a Feláldozhatók 2-t is, de legjobban a Hobbitot. De semmit, nem követem, hogy mi lesz, hanem amikor kijön, akkor jé, ez tetszik, megnézem, nem tetszik, nem nézem meg. Őszintén megmondjam, most majdnem azt mondtam, hogy nem nagyon vártam filmek, de rájöttem, hogy idén jött ki a Hobbit, úgyhogy a Hobbitot. Talán Hobbitot? Hát amikor 2009-ben megjelent a Sherlock Holmes, akkor nagyon tetszett, és mikor meghallottam, hogy lesz második rész 2012-ben, akkor nagyon vártam, már tűkönültem, és egyből a premierre el is mentünk, és azt vártam szerintem, hogy legjobban nagyon jó film is volt, szóval megérte a várkozást is. Hát igazából szerintem a Bosszúállókat az egyik jó film volt. 2012-ben a Vissza a jövőbe első részét vártam. Nagyon tetszett, azt kell, hogy mondjam, bár olyan régi stílusú volt, azt tetszett benne a legjobban. Nem vagyok egy nagy filmes, igazából amire elmegyek, az olyan nem volt még, hogy ne tetszem, minden film tetszik, amit megnézek, de amit legjobban vártam, talán az Amerikai Pite találkozó volt. Leginkább nosztalgikus okokból kifolyólag az Amerikai Pite ott találkozott. Én pontosan két filmet vártam nagyon, az egyik a Men in Black 3 volt, a másik az pedig a Hobbit. A Men in Black 3-at azért is vártam, mert az első két rész nekem nagyon tetszett, és a harmadikra is egy ilyen záróképpen mondom már jó lenne megnézni, meg tényleg jó is volt, nekem nagyon tetszett. A Hobbit meg azért volt számomra nagyon fontos, mivel a Gyűrűkora trilógiát láttam, és az egy eszméletlen jó film, és vártam már ennek az előzményét, hogy mi miért van, és egész jó korrektől vissza is adták nekünk. Én nem vagyok egy nagy filmes alkat, úgyhogy én nem nagyon tudok mondani olyan filmet, amit ténylegesen vártam 2012-ben, mert a legutóbbi film, amit végig is néztem, és tényleg nagyon élveztem, nem nagyon, hogy őszinte legyek, az az Álom.net volt, de a film, amit 2012-ben vártam, az az Iron Sky névre hallgatott. Ez eléggé egy veszívott és nem normális film, amiben 2018-ban visszatérnek a nácik a Hodról, hogy elfoglalják a Földet. Amióta meghallottam, hogy 2012-ben adják ki, vártam a Rontó Ralphot, Prometheust, Underworld 4-et, Resident Evil 5-et, Silent Hill 2-t, de ezek közül csak a Hobbitot láttam. A többi is érdekelt, csak egyszerűen úgy vagyok a filmekkel, hogy azokhoz megfelelő helyzet vagy társaság kell. Nem szeretek egyedül filmet nézni, szeretem megosztani a véleményem és együtt nevetni, vagy épp félni másokkal. Az Ötök legendája, ami egy animációs mese, és a Felhő Atlasz mindkettő remek alkotás volt, de úgy érzem, hogy a Hultban már láttam jobbat is. Utána a Loopert és a Prometheust vártam nagyon. Ezek a filmek engem borzasztóan érdekeltek volna, aztán hát később annyira kiderült, hogy nem volt érdemes rájuk várni. Már a Nolan-féle Batman kezdődik óta, igazából Batman fan vagyok, nekem az a kedvenc filmem is, így nem volt kérdés, hogy a Sötét Lovag felemelkedés lesz az, amit legjobban fogok várni. Ott volt az Avengers, azt nagyon vártam már úgymond évek óta, mert ugye ezt beharangozták mindig ilyen felirat stáb, vagy stáb után, hogy nem is tudom már mikor voltak ezek, tudod, a ilyen kisebb jeleneteket beraktak, hogy utalásokat, hogy majd lesz. Szóval arra, hogy azt nagyon vártam, és az új Batman-t. Igazából az összes horrorfilmet, tehát így nem nagyon néztem a trélereket, így nem tudok mondani most nagyon. Igazából nagyon hezitálok a Hobbit és a Bosszúállók között. Igazából dönteni nem is tudok, de lényegében ez a kettő, amit a legjobban vártam. A Hobbit. Mivel én azt a filmet már nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje vártam, mióta már bejelentették, azt szerintem még 2015 volt, és minden bizonyal a 2013-as, 2014-es által meg jobban várt film is ennek a Hobbitnak a kettő folytatása lesz. A Final Cut nevű magyar film, lehet, hogy kevesen hallottak róla a nézők közül, Párfi György rendezte,
és igazából nem lehetett sokáig látni, csak moziban lehetett megnézni, nincs semmilyen DVD vagy akármilyen változat belőle. Én 2012-ben az Erő Krónikája című filmet vártam a legjobban, amit szerintem nem sokan mondanának. Kétes érzelmeket váltott ki ez a film az emberekből, valakinek tetszett, valakinek nem, valakinek nagyon tetszett, valakinek nagyon nem. Hát nekem nagyon tetszett, én nagyon szeretem ezt a homemade műfajt, vagyis ami úgy van kamerázva, mintha ők vennék fel maguk a színészek. Nekem ez nagyon bejön, és ezt a filmet is nagyon szerettem. Mely filmek okoztak neked csalódást? A Szellemlovas 2. Az rohadt nagy csalódás volt. De mekkora. És nekem a Ghost Rider 2 okozott, mert az első része nagyon király volt, de hát a második rész elég fostosra sikerült. Mint mondtam, nem tudom, szóval nem vagyok, mondom, annyira nagy filmgurú, tehát nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Csalódást okozott nekem az Adam Sandler film, a Jack és Jill. Na az nekem nagy csalódást okozott, hogy Adam Sandler ilyen szar szerepet játszott, nem volt jó. Érdekes válasz, mert talán a Skyfall-ba csalódtam egy kicsit. Az előző okból kifolyólag semmelyik. A Hobbit. Hát egyszerűen szerintem így nem jön össze. Nem olyan, amilyen a trailerem mondjuk, hogy ilyen izgalmas vagy, hanem egyszerűen unalmas. Néztük az előzeteseket a Diktátornál, és így teljesen vicces volt szerintem az előzetes, és amikor elmentünk megnézni, a Vártnál sokkal, de sokkal rosszabb lett. Hát a Harry Potter és a Félvérherceg eléggé unalmasra sikerült, pedig nagyon beharangozták ezt a filmet. Csalódást a Felhő Atlasz okozott, ugyanis én azt hittem, hogy az egy művészi akciófilm, amiben Bruce Willis-t megöli. Nem okozott még egy filmes csalódást. Az Erebolva 2 elég nagy csalódás volt, leginkább rendezői és vágói munkák miatt. Egyetlen egy film volt, amiben csalódtam, ez az Új emlékmás. Hát én megnéztem a Schwarzeneggeres emlékmást, én azon nőttem fel, hát semmi ahhoz képest ez a film, tehát ezek a fiatalok, hogy most felújítanak mindent, azt akkor... Számomra úgymond csalódást egy film sem okozott, köszönhetően annak, hogy tényleg alig nézek filmeket. Úgyhogy én ebben a témában nem nagyon tudok választ adni. A Max Payne megfilmesítése. Még közel sem volt annyira szörnyű, mint a Doom megfilmesítése. Hát, ami nekem csalódást okozott, az a 2012-ben jelent meg, és az a Merida a bátor, amit iszonyatosan vártam már nyár eleje óta, és mikor megláttam, először is zavarba jöttem a klisés történettől, ami egy bármilyen mesekönyvbe beleilleszthető, szóval már hol nem láttunk hasonló történetet. Hát a 2012-t kérdezzük, akkor ugye Luper és Prometheus, de igazából voltak ennél sokkal rosszabb filmém, illetve sokkal nagyobb csalódásaim. Ezek elsősorban PC játék adaptációk, mint például Blood Rain, Dungeon Siege a király nevében, hogy a Doomot már ne is említsem. Az összes Uwe Boll-féle film, ami létezik és videójáték címnek a nevét viseli. Ilyen jelenetek vannak inkább, amivel így nem vagyok megelégedve, főleg a Batmanbe. Ilyen 40-valahány másodperc múlva felrobban az atombomba, és leállnak smárolni macskanővel, ilyen hülyeségek, szóval ott annyira fogtam a fejemet, és tudom, hogy ez azért kell, hogy na jó, hogy kiszerelmi szál is legyen, de annyira irritálóan irreális, hogy fogtam a fejemet, hogy ezt hogy tették bele ebbe a filmbe, nem tudom. Paranormal Activity 3, hát az egy borzasztóan gagyi film lett ahhoz képest, hogy bele harangozva. Amit így idén láttam, azok közül egy sem okozott igazán csalódást. A Prometheus nekem elég nagy csalódás volt, mivel elég nagy Alien fan vagyok, és sokkal ütősebb előzményre számítottam, de sajnos ezt a Prometheus nem nagyon tudta átadni. Hát a Bosszúállók az nagy csalódás volt nekem, főleg azért, mert ezt ilyen látványfilmnek állították be, meg nyilvánvaló is volt, hogy ez egy látványfilm, viszont én nem. Nekem nem dobott akkorát, tehát hogy egyből ami már zavaró volt, például, hogy nem széles vászonon vetítették a moziban, tehát egy látványfilmnél azért ezt már elvárja az ember. Számomra a Csatahajó című film volt az, ami csalódást okozott, mert nem tudom, hogy Rihannát belerakni egy háborús filmbe azért elég szar döntés volt a rendező részéről. Nem tudom, mit csináltott az a csaj, hogy belekerült főszerepbe a Csatahajóba. Csatahajó emberek, és ott van Rihanna, aki rúdbolyókat énekel. Mennyire volt ez logikus döntés?
Melyik volt a legviccesebb mozis élményed? Az volt, amikor hajrokkal elmentünk a Felhőatlaszt megnézni, és akkor ott rohangáltunk a moziterembe. Még vetítés előtt persze, mert csak mi voltunk benne. És csak filmmel. A Ted. Az halálig volt, az halálig. Egyszer azt hiszem voltunk erre a mozgóban, amikor aztán meg az előtt egy nap véletlenül a Brahiból beálltottam a csengőnök, hogy a kormányad de egy kiabálva, aztán megszólalt a moziba. Amikor színjátszótáborban filmet forgattunk, egy ilyen Woody Allen filmet forgattunk, ugye Woody Allen filmek köztudottan ilyen nagyon humorosak, és abban játszottam a főszereplőt, és egy ilyen nagyon analfabéta hülye gyereket kellett játszanom, aki ki akart rabolni egy bankot, de még leírni egy szót se tudott, úgyhogy azt nagyon szerettem. Igen, egymás után 4 film egy árán. Hát te ügyesen, okosan, és nem kérdezték, hogy miért nem jövünk ki a moziból. Nincs. Ebből sajnos nincs. Amikor néztük a Paranormal Activity-t, és volt egy olyan jelenet, amikor megijedt mindenki, és akkor így kiborították, így mellettem majd 4-en a pattogatott kukoricát. Igazából nem nagyon. Amikor egy dagad cigány beült mellém, és kiborította az összes kukoricáját, valamint a kúláját. A legviccesebb mozis élvényem, ez fantasztikusan vicces volt, tehát mindenkinek, akinek elmesélem, röhög rajta. Az volt, hogy bementem a moziba, megnéztem egy filmet, és kijöttem. Nem tudom, szerintem mikor Andyvel találkoztam, azt megnéztük a Tetet, az jó volt. Legviccesebb mozis élmény talán a Simpson filmnél volt, amikor Németországban egy halom Simpson őrültel együtt nézhette meg, és az nagy élmény volt. Nagyon vicces volt, amikor barátnőmmel elmentünk az Eclipse-re, a Twilight-nak a harmadik részéhez. Hát én azt ilyen úgy lerágósan néztem, hogy pfú, legyen már vége. Közben meg ott szívtak engem ilyen 2,5 órán át, még vécére se tudtam kimenni. Itt a nővéremmel mentünk el moziba, és megnéztük azt hiszem a második Pokémon filmet, nem tudom már melyik volt. Akkor még 11-12 éves voltam, tehát eléggé régen volt, itt 99-2000-ben pontosan. És nem mentünk a plázába, megvettük a 2 mozijegyet, elkezdődött a film, és az volt a poén, hogy senki más nem volt a teremben rajtunk kívül. Csak mi ketten. A másik pedig az, amikor 2007 nyarán megjelent az első Transformers film, mármint ez a remake valami, és úgy gondoltam, hogy ezt meg kéne nézni moziban, úgyhogy meg is vettem rá a jegyet, viszont hátizsákban mentem be. De most ez gyanús volt az ott álló, nem tudom már milyen nevű volt, úgyhogy maradjunk a jegyes néni elnevezésnél, és ki akarta velem üríteni a hátizsákomat. Mondtam neki, hogy hát iskolába jövök, csak azért sem fogom kiüríteni, úgyhogy odaadta neki a jegyemet, bementem, kész, egy szava nem volt utána. Elmondom, mi volt a hátizsákomban, kaja. Nem akartam ott a plázában iszonyat méreg drága áron venni kajápiát magamnak, úgyhogy elmentem a film előtt a Spárba, vettem 2 zacskó popcornt, meg vettem egy 2 literes narancslevet, és 5-öt annyi pénzből kijöttem így kajápia ügyileg, mint hogy ott vettem volna. Nem nagyon van, mivel nem sokat volt a moziban, nekem moziba menni is egy amolyan társasági dolog, így nem nagyon jártam moziba. Hát a Jackie Chan filmek, inkább ezt én cakkumpak tudom mondani, hogy az összes Jackie Chan filmen, amilyen poénos, ott szakadtam. Engem elvisz valaki egy Jackie Chan filmre, vagy beülünk haverokkal a Jackie Chan filmre, én úgy tudok röhögni ezeken a poénokon, amiket kitalálnak, hogy ajaj. Vicces történet moziban, mint olyan nem igazán volt. Érdekes történeteim persze voltak, de azok kimerítenék a 18 pluszos határait. Igazából úgy spanokkal úgy össze szoktunk ülni néha, és akkor így többen nézünk egy filmet. Ott volt egy ilyen vicces szituáció, hogy egy nézhetetlenül fos szemét szar filmet néztünk, gyakorlatilag annyira unalmas, vontatott, se füle, se farka film volt. Igazából nem is tudom, hogy bírtam végig nézni, meg egyetlen miért néztem végig. És ezek a filmek nagyon sokáig tartanak, mert te úgy érzed. Most a film egyszer csak elsötétült, majd kiírta nekünk, hogy gratulálunk, ön eljutott a film feléhez. És Jézusom, tehát úgy elkezdtünk röhögni, hogy ez a film az annyira szar, hogy tisztában van vele, hogy szar, és még ilyenből csinál poént. Viccesnek annyira nem mondanám, inkább elkeserítőnek, amikor elmentem random egy 3D-s filmre, és kidobtam több ezer forintot arra, hogy megnézem a Legsötétebb óra című filmet, ami annyit is ér, mint amennyire sötét a neve. Tényleg a legsötétebb mozis órám volt az életemben. Először is elmentem megnézni a G.I. Joe-t. Az is nagyon érdekes filmnek tűnt, még mikor 2009-ben, vagy nem tudom.
és ott volt az epikus intro, hogy G.I. Joe a Cobra nyakában. Akkor az egyik ilyen 6 éves kisgyerek így felordított, hogy Jopi! És az egész mozi elkezdett nevetni, tök aranyos volt. Az anyukája meg ott piros fejjel tudott, Márcs! Na, ott szakadtam a rögést, meg... Hát ez nem olyan vicces, viszont ilyen egyedi alkalom volt, hogy amikor a Transformers néztük az első részt, akkor fel voltam fázva. És visszatartottam. Tehát egy annyira jó film, hogy nem mentem ki WC-re. Megnézem a végét, megnézem a végét. Aztán már nem bírtam. Kimentem, és elájultam utána. Tehát annyira erőlködtem, és kész. Ez volt a legérdekesebb. Mozi után kórház. Először is az első 3D-s mozizásom, tehát az nagyon érdekes volt. A második pedig, amikor véletlenül egy filmnek a végére mentem be. Eléggé szőkének nézhetek, de hát nem baj. Nincs kifejezetten ilyen. Elég kínos, de én tavaly szerintem 2 vígjátékot láttam csak. Az egyik az a Kertvárosi Kommandó volt, a másik meg a Ted. Amit 2012-ben láttam filmeket, azok közül a Bortangó kapufa, azt hiszem ez volt a filmnek a címe. Talán dán film, de erre már még annyira sem emlékszem. Ez egy nagyon vicces kis film volt. Igaz, nem 2012-es, hanem talán 11-es film, de tavaly láttam a moziban, és nagyon szórakoztató film. Ja, ezt is mindenkinek csak ajánlani tudom. A legviccesebb mozis élményem az volt, amikor az egyik barátommal mentem moziba, és nem nagyon tudta, hogy moziba van, mert hogy 10 percen keresztül kb. 100-as hangerőn kezdett el telefonon dumálni az egyik ismerősével, és még a mozisokat hibáztató, milyen hangosra vették a hangerőt. Ezzel a videóval búcsúzom tőletek, mivel a következő résztől a sorozat szerkesztője Egon veszi át a stafétabotot. Ne búsuljatok, mivel a Fanmade Maker csatornán továbbra is követhetitek kreatívnál kreatívabb videóimat. Örülök, hogy egy olyan embernek adhattam át a sorozatot, aki nagyon jól ért a programokhoz és minőségileg egy új szintre tudja emelni a videósok válaszát. Írjatok kommentbe ötleteket, miről szólnak a következő részek, ez ugyanúgy él még mindig, és nézzétek továbbra is a sorozatot, mert hihetetlen jó részek következnek. Én Marcinho voltam. Sziasztok!